Senkinek nem mondok újat azzal, hogy Budapest a hidak városa. Nem is lehet ez másként, hiszen a Duna kettészeli a magyar fővárost, és az egyik oldalról a másikra való átjutás jelenleg vagy a föld alatt zajlik a metróval, vagy valamelyik hídon. Az persze örök vita, hogy van-e ezekből elég. Meg az is, hogy melyiket kellene lezárni az autóforgalom előtt. Ma hazahúzóban erre nem keresem a választ. Egyszerűen csak arra akarom bíztatni önöket, hogyha tehetik, ne csak átrobogjanak ezeken a hidakon, hanem nézzék is meg mindazt, amit látnak. Mert hogy mindegyiknek megvan a maga különlegessége, a maga történelme. Itt van mindjárt a legöregebb, a Lánchíd, amely éppen mostanában újul meg és kapja vissza a régi fényét. Amit mi külső szemlélők a legjobban látunk, azt hiszem, az, hogy mennyire megszépült a pilon, és mennyire megszépült a fém tartó szerkezet. Na ebben mennyi munka volt? A felújításnak volt egy nagyon jelentős műszaki része, de a műszaki részletek pont olyanok, hogy az elkészültük után le is lettek fedve, hiszen az, hogy átépült például a pályaszerkezet, azután gyakorlatilag az avatatlan szemek számára teljesen láthatatlanná vált, hiszen felkerült le az aszfalt burkolat, amin közlekednek a járművek és a kerékpárosok. Az, ami a leglátványosabb része a felújításnak, az a helyszíni kő- és fémrestaurációs munkáknak az eredménye. Például itt a helyszínen kellett lefesteni a hídnak a bentmaradó szerkezeteit, ami azt jelenti, hogy azokat a tartó szerkezeteket, amelyeket a régi hídból megtartottunk, de apró javításokat el kellett rajta végeznünk, egyébként több ezer helyen egy nagyon sziszifuszi munkával, le kellett védeni a további korróziós károsodásoktól a javítások után. Ezt a híd színt, ezt a kékes-szürke színt viselik egyébként a láncok is, amelyeket nem kellett kicserélni a felújítás során, hanem itt a helyszínen kapták meg a megfelelő korrózióvédelmi bevonatokat, és ugyanez az a szín, ami visszaköszön egyébként a hídon elhelyezett fém dísztárgyakon is, és a világítótesteken is. A kőfelületek itt a helyszínen újultak meg az oroszlánok kivételével. Ez azt jelenti, hogy volt egy nagyon komoly állványrendszer mind a két kapuzat körül, és itt a helyszínen dolgoztak rajtuk a restaurátorok és a kőfaragók, egyébként ugyanazokkal a módszerekkel, mint ahogyan az oroszlánokat is felújították a műhelyben. Ezért van az, hogy most ezek a megtisztult kő- és gránit felületek nagyon világosnak tűnnek, különösen ilyen szép napsütéses időben, míg a fém szerkezetek ezzel a kékes-szürke színnel egy ilyen nagyon kontrasztos arcát mutatják a hídnak, egészen megújult formáját adják vissza a Lánchíd szerkezetének és a vonalainak. Ráadásul a híd mellett ott átja hatalmas száját az alagút, amely megépítésének idején maga volt a csoda. Ugye ez az alagút, én most olvastam, amikor elkezdték készíteni vagy fúrni két oldalról, akkor azt mondták, hogy nincs olyan technika, hogy ezek találkozzanak. De valahogy középen mégis találkozott a két brigád. Igen, annak idején, ahogy olvastam a sajtóba, ez volt a nagy dolog, hogy ezek itt fognak bolyongani a hegybe, majd keresik egymást. És hát Clark Ádám azt mondta, hogy úgy találkoztak, mint két vonalzó, tehát tökéletesen centire eltalálták egymást. Ez is bizonyítja már akkori mérnöki bravúrt. És akkor még nem szóltam arról a hídról, amelyet sokan a legszebbnek tartanak. Igen, a Szabadságról elnevezett átkelőről beszélek. Egy kicsit úgy vagyunk ezekkel a hidakkal, mint a szép budapesti házakkal, hogy minden régi házat nagyjából egyformának látunk, egyforma szép réginek, és valójában iszonyatosan különböznek egymástól a stílusban. Tehát ha összehasonlítjuk ezt a Lánchíddal, úgy fel sem merül bennünk, hogy milyen óriási nagy különbség van a kettő között. A Lánchíd az egy ilyen nagyon masszív, kőből épült, olyan, mint egy vár, egy igazi régi 19. század közepi épület. Nagyon korszerű volt a maga korában. De hát ez fél évszázaddal ifjabb, és ez egy igazi high-tech csoda. Vagy ott van a számomra legkedvesebb, a Margit híd. Hely, hogy ezek a pillérek mennyi szép dolgot, és mennyi tragédiát láttak már. 1873-ban született lényegében Budapest, és alig 3 évvel később már állt ez a híd. Van összefüggés? Nem kizárt, hiszen Budapestet korábban Pest Budának hívták, és Pest után egy kötőjel volt, ez is szimbolizálhatja azt, hogy egy fővárosnak, hogyha Buda és Pest egyesülni szeretne, mindenképpen kell, hogy legyen egy állandó hídja.
1850 körül elkészült a Lánchíd, utána viszont majdnem egy generációnyi idő eltelt, míg Buda és Pest valóban egyesült Budapest néven. Addigra viszont megtörtént a monarchia létrejötte, egy konkurencia indult be, egy versengés Budapest és Bécs között egy hatalmas országon belül, és nem volt kérdés, hogy egy második hídra is sürgősen szükség lesz, így amikor Budapest létrejött, abban az évben már elindult az építkezés a Margit hídon, és néhány évvel később, mindössze 3-4 éven belül el is készült, átadták a forgalomnak. És ne feledjük el a legkecsesebb hidat sem, amelynek mindkét vége csodás helyre néz, és amelyen valaha még villamosok is döcögtek, és sokak szerint ma is döcöghetnének. 1945-ig az akkori Erzsébet híd, vagyis az első Erzsébet híd küllemében jobban hasonlított a mostani Szabadsághídhoz, mint a mostani mi voltához. Sőt, ha nézzük a térképet, a Szabadsághíd volt a Ferenc József híd, az Erzsébet híd, ugye Wittelsbach Erzsébetről lett elnevezve. A császár és a királyi házaspár még hídjaiban is egymás mellett álltak. No és akkor irány a legöregebb, a Lánchíd. Elképesztő a múltja, hiszen ki ne tudná ezt, még a legnagyobb magyar Széchenyi István kezdeményezte az építését. Ennek a munkának a nem oly egyszerű történetét Bereményi Géza vitte filmre 2002-ben. És bár azóta rengeteg víz lefolyt a Dunán, a Széchenyi Lánchíd azóta is ott van. Persze nem állt azért mindig. A II. Világháborúban a visszavonuló német csapatok ezt is felrobbantották. Újjáépítése 1947-ben kezdődött, felavatása pedig 1949-ben, vagyis az eredeti híd átadásának 100. évfordulóján történt meg. Azóta szolgálja a főváros közlekedését, és azóta a Budapestre irányuló turizmus egyik célpontja. Persze azért időről időre fel kell újítani a híd szerkezetét. Budapest főépítészével még a mostani beavatkozás előtt beszélgettem az építmény történelméről. Ez a Lánchíd konstrukció, ahol ugye összesen két pillér van a folyó mederben, ebben a méretben, amit a Duna adott, azért ritkaság volt. Lehet mondani, hogy abban az időben a leghosszabb híd volt ilyen konstrukcióval. Annyiban nem volt új, hogy Széchenyi Angliában látta ennek a hídnak az idősebb testvéreit, azok kisebbek voltak, és hát ezért is hozott angol tervezőt és skót kivitelező mérnököt a munkákhoz. Ha én jól tudom, akkor Marló néven, vagy Marlóvárosban ma is létezik ennek a hídnak az eredetije. Egy nagyon hasonló, nyilván kisebb és emiatt filigránabb, de maga ez a kapuzatrendszer, ugye két diadal kaput látunk itt az út fölött, ez szinte megszólalásig hasonlóan szerepel más hidakon is. Ez a diadalkapu, ez valóban a mondjuk római vagy francia típusú diadaléveknek a mása? Hát szimbolikusan igen, tehát akár csak a párizsi diadalív, egy díszes párkánnyal egy kapuzat, ez ugyanannak az építészeti megfogalmazása, átalakítva hídpillérre, hogy a láncokat is tartsa mellesleg. Én mindig azon gondolkodtam gyerekkoromban, amikor itt eljöttem, hogy akkor, amikor még mondjuk Petőfi daguerrotípián ábrázolták, hogy a csodába tudták ezeket a pilléreket beleásni ebbe a mederbe, ezzel az iszonyatos sodrással és mélységgel. Hát ez a hősök bátorsága, ezt szoktam mindig mondani, hogy azért egy ilyen hidat megépíteni egy olyan városba, ami alapvetően a maira csak foltokban emlékeztet, tehát egy két emeletes, a három emeletes házak már ritkák voltak ebben az időben. Tehát egy ilyen kisléptékű városban egy ekkora szerkezetnek nekivágni, ehhez bátorság kellett. Maga a hídpillér ugye egy úgynevezett keszonnal volt lealapozva, tehát a Dunát kirekesztették egy területről, és lementek, és alapot ástak, és elkezdték köműves munkával fölépíteni. Mostan ezt elmondani könnyű, megépíteni egy nagy hősies feladatvállalást.
Hát nem voltak ilyenek az országban, tehát nem lehetett azt az embert ide hívni, aki már csinált ilyet, mert még nem volt ilyen. Tehát gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelnünk, hogy a mai pillérek környékén gyártottak egy száraz részt a Duna medrében? Így van. Ez volt az úgynevezett keszon. Sok mindent hívnak keszonban a metróépítésben is, de ezt is keszonnak hívták, azt a kis kirekesztett, védett helyet, ahol elkezdtek alapozni. Hogyan keltek át előtte az emberek itt Budapest, illetve akkor még nem is Budán és Pesten a Dunán? Lejjebb, a Deák Ferenc utca vonalában, itt a Várkert kaszinó környékén volt, már a török idők óta, de talán már a török idők alatt is, a hajóhíd. A hajóhíd az egymás mellé kötözött deregjékből állt, tehát csónakokból, amikre pallókat fektettek. Mostan ugye mindannyian el tudjuk képzelni, hogy ez addig állhatott ott, ameddig a folyó jégzajlása el nem indult, akkor ezeket ki kellett szedni a vízből, volt egy csarnok épülete itt a budai oldalon, egy szín, ebbe tárolták, és a jégzajlás után a tavaszi időkben tudták visszaállítani a hidat. Minden hajóhoz ezt meg kellett bontani, tehát a hajóforgalom ezen csak úgy mehetett, hogy ezt szétbontották ezt a hidat, átengedték a hajókat, és utána visszaállították. Hát el lehet képzelni, hogy egy ilyen helyzetben igény mutatkozott az állandó hídra a folyón. Jégzajlás idején nem volt összeköttetés a városok között. Jég idején a befagyott Dunán át lehetett kelni, de az átmeneti időszakokban bizony, aki itt ragadt, az itt ragadt. Ön mögött látható részen a híd mellett paloták. Mi volt itt akkor, mikor ezt a hidat elkezdték építeni? Hát üres mező, és erre elmondhatjuk, hogy a híd abban is úttörő volt, hogy egy nagyon komoly pénzügyi konstrukciót kellett. Ugye Széchenyinek ez volt a legnagyobb látnoki feladata, hogy a pénzügyeket is hozzá tudja rendelni egy ilyen vállalkozáshoz, tehát bankkölcsönből el tud indítani egy vállalatot, amit visszafizet a hídpénzből. Ez egyáltalán nem volt szokásos ebben az időben Magyarországon, olyannyira nem, hogy ennyi tőke nem is volt, bécsi bankházaktól kellett, tehát több bankár állt össze, ma úgy mondanánk, hogy konzorciumban, hogy megfinanszírozza a Lánchíd részvénytársaságot. És ennek a pénzügyi konstrukciónak a része volt az is, hogy a túloldalon a telkek felértékelődtek a híd jelenlététől, és az a lipótvárosi fejlődés, ami akkor indult a József Nádor alatt északi irányba, ez egy lendületet kapott a híd megjelenésétől, tehát a legszebb paloták a ottani tér köré tudtak megépülni. Ugye a Tudományos Akadémia palotája, a déli oldalon volt az úgynevezett Lloyd palota, ami az első tőzsdének adott helyet, de hát itt szálloda és egyéb épületek voltak, egy nagyon szép, harmonikus, klasszicista együttes jött létre pillanatok alatt. Az igaz, hogy még késő volt a híd, és hajnóék már telilőtték? Hát fel akarták robbantani, ez igaz, és Clark Ádám megakadályozta ezt azzal, hogy a horgonykamrákba, ahol jártak az előbb, horgonykamrákat elárasztotta vízzel, és eltörte a szivattyúkat is, hogy ne lehessen kiszivattyúzni. Így aztán csak a híd pályát tudták puskaporral fölrobbantani, de a hídnak túl nagy baja nem esett. Azt tudjuk, hogy a II. Világháború végén az összes budapesti hidat felrobbantották. Egyik jobban megsérült, másik kevésbé sérült meg. Ez hogyan úszta meg a robbantást? Legkevésbé ugye a Szabadsághíd sérült meg, ezért tudták azt a leggyorsabban visszaállítani, mert a Szabadsághíd egész szerkezete megbillent, és ahol kellett, ott visszatoldották, megerősítették, és így az hamar használatba lehetett venni. A Lánchíd azért nehezebb feladatot jelentett, de itt is a láncoknak a jelentős része megmaradt, amelyek sérültek, azok annyira összegyűrődtek, annyira alaktalanná váltak, hogy azt újból nem lehetett még egyszer használatba venni. Ezek új acélból készültek, de az acélszerkezet nagy részét helyre kellett rakni. Előbb mondtam, hogy ez könnyen hangzik, de nagyon nehéz megcsinálni. Hát ugye az akkori filmhíradókat én néztem, nagyon büszkék voltak a korabeli propagandisták ennek az hát építésére. Lehetnek is, tehát a hidász szakma az lehet büszke magára, mert
nehéz körülmények között fantasztikus dolgokat kell véghez vinni. A Lánchíd az 1870-es évekig tökéletesen tette a dolgát, ám használói ekkor tájt furcsa dolgot észleltek. A híd elkezdett jobbra-balra lengeni. Eleinte ez még nem volt ijesztő, később azonban már igen. A Budapesti Hírlap 1903. októberi számában például ezt írták. Való, hogy Lánchidunk lengései különösen ütemben való járáskor, vagy ha nagy szél van, tetemesek. A lengések csökkentése céljából tiltják el a katonaságnak a lépésben való masírozását. De egy idő után már ez sem volt elegendő, a Lánchidat át kellett építeni. Ezen az 1914-ben készült fotón jól látható, hogy a híd szerkezetének egy jelentős része teljesen eltűnt. Lényegében csak a láncok, a pillérek és a kapuzat maradtak. A megerősített hidat végül 1915. novemberében adták át a forgalomnak, az már nem lengett és szolgált, egészen addig, amíg a németek, ahogyan azt már korábban mondtam, fel nem robbantották. Egyébként az első budapesti buszjáratok egyike is átment ezen a hídon. Ez volt a legendás 4-es, amely 1924-től egészen 2007-ig járt. Azóta ezen a vonalon a 105-ös busz jár. Ez pedig már a mai állapot. A Lánchíd legújabb kori felújítását az A Híd ZRT végezte és végzi még a műsor adásba kerülésekor is. Az építmény szinte teljesen készen volt már, amikor ott voltunk, de mivel munkaterületnek számított, csak sárga mellényben és sisakban sétálhattunk rá Puskár Anettel, az A Híd ZRT kommunikációs vezetőjével, aki rengeteg érdekességet mesélt nekem, és ezáltal önöknek is a híd felújításáról. Amikor egy olyan 2-3 évvel ezelőtt itt járt az ember, akkor azt látta, hogy ez a fémszerkezet mindenhol rozsdásodik, itt-ott lukas. Hanyadik órában volt ez az egész? Tehát mennyi idő lett volna még várni a felújítással? A felújítást ezt egy nagyon hosszú előkészítő folyamat előzte meg, és ennek során próbálták a lehető legalaposabban felmérni a hídnak a szerkezetét. Mégis voltak olyan részek, amikre csak azután nyílt teljes rálátás, hogy a felújításhoz egy függesztett állványzat került a híd szerkezete alá, és egészen közel lehetett menni, különösen például a sarkokhoz, amiről később kiderült, hogy jelentős korréziós károsodásokat szenvedtek, konkrétan bizonyos helyeken megette őket a rozsda. Azt szoktuk mondani, hogy a híd felújítása már nem tűrt halasztást, és ez valóban így is van, hiszen az előregedett vasbetonpálya is olyan állapotban volt, hogy nyilván hosszú évtizedeken keresztül már nem tudott volna szolgálni. Most a felújítás során sikerült meghosszabbítani a hídnak az élettartamát, ugyanis ezt az elöregedett vasbetonpálya szerkezetet egy sokkal újabb, modernebb acélpálya szerkezetre cseréltük, és emiatt egyébként, mivel ez sokkal könnyebb is, a hídnak az össztömegét tekintve egy 15%-os csökkenés következett be, 15%-ot fogyott a Lánchídnak a saját szerkezete, és ez pedig jót tesz a bent maradó régi részeknek is, például a régi pilonoknak, illetve a láncoknak, amelyekkel ezek az új szerkezetek, az újonnan beépített részek együtt kell, hogy dolgozzanak. Még egy dolog, ugye te nem csak a híd felújításának minden momentumát végigkövető ember vagy, hanem mégis egy ifjú hölgy is, aki hát nyilván a hídnak a esztétikai értékét is látja, aki hídnak a buli lehetőségeit is látja. Szóval te hogy tekintesz ilyen szempontból a megújult Lánchídra? Én azt gondolom, hogy a turisták számára ez egy nagyon vonzó, megújult elem lehet. Már most is tapasztaljuk, és a felújítás során is végig érdeklődtek. Egyébként nagyon sokan próbáltak a teljesen lezárt hídra is valamilyen formában bejutni, akár besétálni, akár csak bekukucskálni. És most is kihasználják azt a lehetőséget, hogy a felújítás teljes elkészültéig, addig, ameddig el nem készülnek itt a járdák, és a gyalogosok birtokba nem vehetik majd a Lánchidat újra, addig a BKK lehetővé tette, hogy a híd két hídfője között, a két tér között ingyen lehessen használni a tömegközlekedést. Nagyon sokan jönnek turisták, és ők nézelődnek, nagyon sok képet készítenek a két hídfőben is, és sokan használják ki ezt a lehetőséget, hogy akár busszal, akár kerékpárral átközlekedjenek a felújított hídon. A felújítás első évéről a BKK, vagyis a Budapesti Közlekedési Központ készített egy nagyon érdekes, úgynevezett timelapse videót íme.
Na hát akkor az örök kérdés, ezzel kezdem, hogy akkor most van nyelve ennek az oroszlánnak, vagy nincs nyelve ennek az oroszlánnak? Van nyelve az oroszlánnak, és nem csak ennek az oroszlánnak, hanem mind a négynek, ami őrzi a Lánchídnak a hídfőit. Ez az egyik legfontosabb és a legtöbb kérdést felvető téma volt a híd felújítás során. Mindenkit nagyon érdekelt az, hogy az oroszlánok pontosan milyen állapotban vannak, és természetesen ez a nyelvkérdés is, hiszen volt egy ilyen városi legenda arról, hogy az oroszlánoknak elfelejtettek volna nyelvet faragni, és emiatt a szobrász művész Marsalkó János öngyilkosságot követett volna el. Hát ebből semmi sem igaz, egyrészt azért, mert a szobrász túlélte jóval az oroszlánoknak az átadását, másrészt pedig azért, mert a felújítás során világosan látszott, hogy ott vannak a nyelvek. Viszont az elmúlt évtizedek annyira megviselték az oroszlánoknak a felszínét, ami egy mészkő felszín, hogy nagyon elsötétedett, elgipszesedett, és ezért a szájüregében nem lehetett látni szinte semmit, csak sötét foltokat, sőt, mohákalgák is meg tudtak rajta telepedni. Azért nagyon fontos volt, hogy amikor innen három részben leemeltük őket a helyükről, hiszen eredetileg is három részből voltak kifaragva, ezeket először óvatosan szét kellett vágni, úgymond eltávolítani azt a réteget, amivel korábban összeragasztották őket, ez egy habarcs réteg volt. Utána, amikor elkerültek a restaurátoroknak a műhelyében, akkor legelőször emiatt meg kellett őket tisztítani. Nagyon sok körben volt szükség arra, hogy vegyszeres pakolásokat kapjanak, és eltávolítsák róluk ezeket a részleteket. Másrészt pedig voltak olyan oroszlánok is, amelyeken már orvosi lézert is bevetettek a restaurátorok, mert úgy célzottabban lehetett működni az oroszlánoknak a fején. Ezután az első, legfontosabb lépés az volt, hogy fölmérjék az állapotukat, megnézzék, hogy mi az, ami hiányzik, mi az, ami pótlandó, és mi az, ami korábban valamilyen módon javítva vagy pótolva volt, de már nem felel meg a mai kor technológiájának. Így például újjáépítették azokat a fogakat, amelyek az idők során elkoptak vagy letörtek, de nem tettek új fogakat a szájüregekbe, hiszen eredetileg azok nem voltak részei ezeknek a szobroknak. Az is nagyon fontos volt, hogy mondjuk a felszínükön látszódnak még mindig ezek a szeplőcske-szerű mélyedések, azokat kifejezetten meghagyták, hiszen nem az volt a cél, hogy eltüntessük az idő minden nyomát ezekről a műtárgyakról, hanem az, hogy a szennyeződéseket eltávolítsuk, és utána, amikor a felszíne kapott egy ilyen hidrofobizáló, ez kicsit ilyen víztaszító védőréteget, ami akadályozza, hogy a szennyeződések nagyon gyorsan megjelenjenek, hogy minél tovább megőrizzék az oroszlánok is ezt a szinte új, megszépült formájukat. Egyébként ezek az eredeti oroszlánok még, vagy a világháborúban megsemmisültek az eredetiek? Ezek mind az eredeti oroszlánok. Amikor a II. Világháború végén a kivonuló német csapatok megpróbálták berobbantani a Lánchidat a Dunába, is végül is sikerrel is jártak, akkor a budai oldalon nem robbantak fel az itt elhelyezett robbanó szerkezetek, csak a pesti oldalon, és ott nagyon híres felvételek is maradtak meg arról, hogy az oroszlánok leestek a talapzatukról és szét is estek. Utána ugyanezeket az oroszlánokat sikerült visszarakni a helyükre, tehát ezek a szobrok, ezek az eredeti szobrok, csak most már megszépülve várják, hogy újra több mint 100 évig majd itt szolgálatot teljesítsenek, és őrizzék azokat, akik átközlekednek a hídon. Nem gondoltatok arra, hogy ennek a négy oroszlánnak nevet kellene adni? Most jutott eszem, hogy milyen szép lenne. Hát az egyik biztos Leó lenne nekem. Mi nem gondoltunk rá, de nem először találkozom ezzel a kérdéssel. Nagyon sokakban felmerült, hogy lehet a neve az oroszlánoknak. Nyilvánvalóan egyszerre kell itt figyelembe venni azt, hogy ezek mégiscsak műalkotások értékesek. Másrészt van ennek egy játékos tartalma is, hiszen az oroszlánok azok Budapestnek jelképes állatai, nem csak itt a Lánchidon, hanem másutt is, és itt a hídfelújítás során is nagyon fontos volt az, hogy az oroszlánok sorsán keresztül az egész érdeklődő közönséget közelebb tudjuk hozni a munkálatokhoz, a műszaki részekhez is. Ahogyan hallhatták és láthatták, nem csak a híd szerkezeti elemei, hanem az ékességei is megújultak, megszépültek. Amúgy az a helyzet, hogy rá is fért már a beavatkozás a hídra. Ezeket a felvételeket pár évvel ezelőtt készítettem. Jól látható, hogy a szerkezet alaposan megöregedett addigra, ráadásul azt sem lehetett pontosan tudni, hogy milyen a belseje. Ami biztos, a munkálatok nyomán nem csak még biztonságosabb, hanem még inkább turista csalogató is lett. Olyan díszek is megszépültek rajta, amiket az állandóan itt közlekedő ember elsőre talán észre sem vesz. Utána viszont alaposan elámul. Itt nagyon-nagyon pár méteren belül ott van a történelem, a nem olyan régi történelem és a jelen. Na, fejtsük ezt meg!
Mellettem jobbra láthatóak a Lánchíd eredeti Széchenyi korabeli kandeláberei. Lánchídnak a világítását a kandeláberek adják, ez a közvilágítás, de annyira szépek, hogy egyébként van, aki azt gondolja, hogy ez a hídnak a díszvilágítását jelenti. Eredetileg több ilyen bronz kandeláber volt a hídon, de csak 4 darab maradt meg ezekből, itt a híd főben, és ezeket korábban is lehetett látni, nagyon sokan, nagyon sokszor elsétáltunk mellette, viszont le voltak festve. Most viszont a felújítás során úgy döntöttek, hogy ezeket az eredeti felszínükkel, a bronz felszínükkel kell megmutatni, viszont, mint ahogyan az egész hídnak a világítása, ez is technikailag sokkal modernebb lett. Tehát van egy Széchenyi korabeli szerkezet, amit a híd közvilágításának a felújítása során viszont egészen modernné kellett alakítani, és most már LED világítást kapott. Bocsáss meg, hogy a szavadba vágok, de ez tényleg itt volt végig, nekem ez soha föl nem tűnt, pedig elég sűrű járok erre. Igen, itt volt, és nagyon sokszor átsétáltunk alatta, elsétáltunk mellette, és senkinek nem tűnt fel. Egyrészt azért, mert ezek nem a hídnak a fém szerkezetén, hanem egy talapzaton állnak, tehát magasabban is vannak, másrészt pedig azért, mert korábban le voltak festve, tehát nem látszódott. Nagyon örült neki mindenki, hogy egy ilyen szép dolog nyugszik ott a festékrétegek alatt, de nagyon sok munkájuk volt vele a restaurátoroknak, a fém restaurátoroknak, hogy egyrészt megfelelő módon szét tudják szedni, aztán utána újra összeállítani, mert ez nem egy olyan nagyon egyszerű feladat. Másrészt pedig, hogy ezt a technológiai váltást meg tudják oldani, tehát hogy ezt a LED világítást meg tudják kapni ezek a kandeláberek. A hídon látható többi kandeláber kétféle, vannak egyágúak, amelyeket restaurálni kellett. Ezek eredetileg is a mi életünkben már így voltak itt a hídon, de valójában csak a 20. század elején kerültek fel ide. Ezek vasöntvények, és jellemzően körülbelül 80 darabból rakták őket össze. Amikor elkezdődött a munkálat, akkor szét kellett ezeket szedni, meg kellett őket számozni és azonosíthatóvá tenni, hogy aztán, ahogy visszakerülnek ide, már lefestve és technológiailag modernizálva, újra ugyanazokat a kandelábreket tudják belőlük össze. Ugye ezt hívják a skanzen módszernek máshol. Valami hasonló. És aztán vannak a háromágú kandeláberek, azok pedig úgynevezett rekonstruált kandeláberek. Ezek azért érdekesek, mert hogy az egész felújítás során a hídnak egy ilyen idealizált 1915-ös állapotához szerettek volna visszanyúlni az örökségvédelmi szakemberek. És ezek a kandeláberek háromágúan, ez 1915-ös állapotnak megfelelnek látványában, viszont amikor a II. Világháború után újjá kellett építeni a hidat, akkor már nem kerültek ide vissza. Tehát most korabeli fotók alapján rekonstruálták, hogy ezek hogy nézhettek ki, viszont újra kellett őket önteni vasöntödében, és aztán ezeket is összeszerelni, és nagyon sok aprólékos részlettel összerakni, összeilleszteni. Látszik, hogy milyen míves munkák, nagyon sok apró díszítő elem van rajtuk, ezen nagyon sokat dolgoztak, hogy pontosan olyan legyen, mint az akkori állapot, tehát a 100 évvel ezelőtti állapot volt. Mennyire nehéz olyan szakembereket találni, akik ezeket a munkákat el tudják végezni? Ugye azt mondtad, hogy vasöntödében öntötték újjá, hát ilyeneket már nem nagyon öntenek ma. Azt mondtad, hogy a restaurátorok földolgozták, hát azért a restaurátorok is viszonylag ritkán csinálhatnak ilyen munkákat. Nem egyszerű ilyen jól hozzáértő szakembereket találni, hiszen egyrésztről alkalmazkodni kell ahhoz, hogy van egy restaurátori koncepció mindig, és egy örökségvédelmi koncepció is. Itt a Lánchíd, amivel a világörökség részén vagyunk, és ez egy ilyen szimbolikus tér, egy örökségvédelmi zsűri az, aki egyáltalán eldönti, hogy minek pontosan milyen formában kell megjelennie a hídon. És ezt kell összehangolni azzal, hogy vannak bizonyos műszaki elvárások, aminek meg kell felelni. Ilyen szempontból szerencsések vagyunk, mert mind a fémrestaurálás, mind a kőrestaurálás, ami nem csak a kőfelületek helyszíni restaurálását jelenti, hanem például az oroszlánokét a műhelyben, sikerült a legkiválóbb szakemberekkel együtt dolgoznunk, és sikerült a hídnak egy olyan képét előállítani, ami már most egy nagyon karakteres megjelenést mutat. A Lánchíd mellett annak társaként áll és él az alagút. Igen, ha azt mondjuk, hogy az alagút, akkor hozzá se kell tenni, hogy a budairól van szó, hiszen mindenki tudja. Ennek és a Lánchídnak a gazdája Fazekas János. Hídmesterő, ahogyan az volt az édesapja és a nagyapja is. Amúgy ő itt is nőtt föl, emögött az erkély mögött, ez volt ugyanis a hídmester szolgálati lakása. De mit is csinál pontosan egy hídmester? Nagyon sokszor föltették nekem ezt a kérdést. Azt szoktam mondani, hogy én ahhoz tudom hasonlítani, mint egy gondnok, ha van egy épületben. Tehát én felelek ezért a két épületért, az összes helységhez van nekem kulcsom,
maga az alagútnak a gépészetét ellenőrzöm, a Lánchídnak az összes szintén gépészete, vannak szivattyúk, szellőző berendezések, ezeknek a működése, hogy folyamatos legyen, bármi meghibásodás van, azt rögtön jelzem. Írunk heti jelentést, mik történtek a hídon, kik dolgoztak, milyen problémák merültek föl. Úgyhogy egy ilyen napi felügyelet a hídnál. De ha jól tudom, ráadásul a tiétek egy hídmester dinasztia. Hát így hozta az élet valóban. Nagyapám a Margit hídhoz a háború után került oda, és közel 40 évet ő ott hídmesterkedett, és tőle, amikor nyugdíjba vonult, akkor a fia vette át az én nagybátyám, aki jelenleg is még a Margit híd hídmestere. Édesapám pedig 1964-ben került ide a Lánchídra hídmesternek, és bár én soha nem terveztem, hogy valaha a Lánchíd hídmestere leszek, de az élet az úgy hozta, hogy így alakult, és megkaptam én is a világ legszebb hídját. Milyen volt itt fölnőni itt az alagút melletti lakás, vagy az alagút béli lakásban? Mert ugye ez se titok, hogy a család itt is lakott. Annak idején ez egy alapfeltétel volt, mivel akkor még nem volt mobiltelefon, nehéz volt a kommunikáció, és amiatt, hogyha bármi gond van a híddal, ha közelben legyen a hídmester, mindig ott kaptak szolgálati lakást a híd közelében. És magában itt az alagútban lakni meg azért volt fantasztikus, mivel látjuk mögöttünk az ablakokat, hogy a kilátás az nagyon pazar, tehát a Lánchídra néz. Ezek ilyen földigérő, ilyen francia ablakok, tehát gyerekkoromban leültem az ablakba, és ott rajzolgattam a Lánchídat, szinte test közelből. Hihetetlen. És emlékszel, én esetleg nem tudom, hogy például filmforgatás volt itt, és nézted az ablakból? Igen, hát az én kishugom volt például a tanúja annak, amikor az Én a kém című filmet forgatták, és akkor elhúzta a függönyt, és azt mondta, fölhívta egy barátnőjét, hogy te kinéztem az ablakon, és itt lóg ablakomba Eddie Murphy, mert hogy akkor pont egy olyan jelenetet vettek föl, hogy ejtőernyővel fönnakadtak az alagúton. Bring her gently down on that grassy hill there. We're going down faster than I want. Get ready, brace yourself. Hey, what happened to the soft grassy hill? We missed it. Van ember a földön, aki tudja, hogy hány darab csempe borítja a falát az alagútnak? Szerintem még senki nem számolt aki, és ezt a kérdést még nem kaptam meg eddig. Látod, akkor örülök, hogy én vagyok az első, de millió számra, az biztos. Millió számra, azért ez egy elég nagy felület. Belegondolunk, maga az alagút is körülbelül olyan hosszú, mint a Lánchíd. Ami persze nem véletlen, mondják az összeesküvés elméletek hívei. Egy régi legenda szerint azért van az alagút, hogyha zuhog az eső, legyen hova betolni a Lánchidat, hogy az el ne ázzon. A Viláv Budapest és a MOME, vagyis a Mohai Nagy Művészeti Egyetem együttműködése nyomán 2018-ban az akkor még egyetemista Halasi Bálint egy zseniális animációt készített ebben a témában. Kapaszkodjanak meg, mert most kiderül a titok. Thank you.
nem is a hidat, de saját magunkat most bevisszük az alagútba. János ugyanis megengedte, hogy megnézem a hídmester irodáját. Nem tagadom, hogy izgulok kissé. Nem is tudom, hogy mikor voltam utoljára ilyen titokzatos helyen. Megyek előre. Hát ez az én kis irodám. Ó, ez hány éve hídmester iroda ez már? Hát ez, amikor megnyílt, én úgy tudom, a 1870-től egészen biztosan itt iroda van. Vannak a korabeli fotóim még a századfordulóról. Például olyan felirat volt itt az iroda mellett kiírva, hogy az alagútban a lovak hangos hajtás, az ostor csattintás, az éneklés, az rendőrileg tilos. Hmm. Tehát egy ilyen felirat. Úgy működött az alagút, hogy két oldalon volt a járda, és a túloldalon lehetett átmenni, tehát ott egy pénztár volt, és ez az oldal maga itt ilyen hídmesteri iroda, illetve hivatali helyiség volt. Csine, hogyha leülsz, akkor te látod a hidat. Igen, sokszor fel is tették ezt a kérdést, hogy akkor valószínűleg ez a dolgom, hogy egész nap itt üljek és figyeljem a Lánchidat. De nem. Nem, hát azért néha ki kell menni, innen nem látom be az egész hidat, nem is beszél, hogy néha föl kell menni a tetejére, le kell menni a lehorgonyzó kamrákba. Úgyhogy azért bőven kell sétálni, tehát a munkaköri leírás szerint azért naponta kétszer végig kell menni a különböző helyeken, aluljárókon, gyalogjárdákon, lejárókon. Itt voltál akkor, amikor a Will Smith föllógott a pilon tetejére? Igen, elég komoly gondot okozott, mert nem kért engedélyt rá, tehát nem járta be a hivatalos utat, hanem akkor egy csapattal, akik elkészítettek egy filmet, fölmentek a híd tetejére, ami azonnal nagyon nagy nézettséget kapott, és még aznap azonnal elkezdtek a telefonok csörögni, hogy történt, hogy jutott föl. Hát ez kora reggel hajnalban történt, úgyhogy én se voltam itt. És hát utána az igazi probléma az volt, hogy nagyon sok gyalogos ugyanígy a film alapján megpróbált följutni. Tehát akkor közterületesek, rendőrségnek állandóan vigyázni kellett, hogy ne menjenek fel az emberek ott a láncon, ahol nagyon baleset veszélyes. Úgyhogy akkor kerültek feliratok a hídra, hogy tilos felmászni a hídra, csináltak egy lezáró korlátot is, hogy ne legyen olyan egyszerű följutni a láncokra. Ez pedig már az a film, amit Will Smith forgatott teljes tikában a Lánchídon. Amúgy, ha kért volna engedélyt arra, hogy felmenjen, egészen biztosan megkapta volna, mert ugye lássuk be, hogy ennél jobb reklámot alig ha kaphatott volna Budapest. De ő inkább a Rózsa Sándor szerepkört választotta, bár nyilvánvalóan fogalma sincs arról, hogy ki is volt Rózsa Sándor. The new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They run it out of eyes. Let's get the hell out of here before the police come. Még egy dolog, amikor te ide bejössz. Tudom, neked ez munkahely, tehát megszoktad. De azért, hát mégiscsak egy 1870 óta itt az elődeid itt dolgoznak. Itt van benne a szellemük valószínűleg a levegőben. Tehát, hogy van valami különleges érzés olyankor? Én nálam nem múlik el ez az érzés, tehát gyerekkorban is éreztem, hogy ez egy ilyen régi dolog és egy jó dolog, és én szeretném ezt megőrizni. Most felújításkor szóba került, hogy hogyan lesz itt felújítva, és nagyon tetszett, hogy megőrzik a régi állapotot, a régi ajtókat, a régi ablakokat, ha újat is csinálnak, ugyanilyen alapon, vagy ilyen formára csinálják meg. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy ez egy kicsit, mintha időutazás lenne, és én mindig úgy érzem itt az irodában, hogy
mintha megállt volna az idő. A világ így elszáguldott, jöttek a modern technológiák, és itt megmaradt valami azokból az időkből. Van amúgy egy kedvenc helyem a Lánchíd területén, mégpedig a földbe sülyeztett lánckamra. Itt vannak azok a szemek, amelyek tulajdonképpen megtartják a hidat. Csúszós és meredek létra vízbe a föld alá. Aki ide lejut, az csodát lát. Azt szoktam mondani, ez a Lánchídnak a szíve, ami megtartja az egész hidat. Az utolsó láncszem végeit két nagy saruval, ami neki feszül a falnak. Mindegyik lehorgonyzás 1000 tonna húzó erővel rendelkezik, tehát irdatlan feszítő erők vannak itt lent. Ez a gyakorlatilag 40 méter széles betontömb, ami itt van a parton, át van fúrva, ezeken jönnek át a láncok, és ezek a óriási betontömbök tartják meg a hidat. Egyszer, amikor egy ilyen nagyobb csoport érkezett, 10-en jöttek hozzám külföldről, és akkor úgy éreztem, hogy azért itt illene balesetvédelmi oktatást tartani. Természetesen tolmács fordította itt a bemutatómat. Szépen megmutattam, hogy mire kell odafigyelni, hova kell kapaszkodni. Magát a létramászást is bemutattam, hogy ezt jól meg kell fogni, ezt a létrát. Egy kézzel mindig kapaszkodni kell, egy kéz, egy láb. Utána mondjuk figyeltem, hogy a fiatal emberek nagyon fürgén másztak le, tetszett is a dolog, hogy ilyen jól tartottam a munkavédelmi oktatást, csak egy kicsit rontott a képen, amikor odalent elárulták, hogy ők New Yorkba tűzoltók, tehát tűzoltóknak tartottam itt bemutatót a létremászásból. De ők türelmesen végighallgatták. Természetesen. A riporternek persze mindig feltűnik valami olyan, amit igazából nem is neki készítettek oda, hát most nekem is feltűnt egy tárgy. Annak idején gyerekkoromban azt mondták, hogy ha egy Trabantnál nagy generált akarunk csinálni, akkor kell hozzá egy kalapács, meg egy 13-as kulcs. A 13-as kulcs az kb. Ekkora egyébként. Na most én mutatok egy nagyobbaska 13-as kulcsot, vagy fogalmam sincs, hogy ez hanyas. Na ez egy kulcs. Nem tudom hanyas, de az biztos, hogy a híd láncán a csavarokat ezzel húzzák meg. Hát egy biztos izmos fiúnak kell lenni annak, aki ezt föl tudja emelni, de hát nyilván nagy csavarhoz nagy kulcs dukál. No, és akkor ezzel az iménti végtelenül okos mondattal zárom a mai műsort. A budapesti hidakról még beszélünk, mégpedig egy hét múlva. Akkor meglátogatjuk majd az Erzsébetet, amely nem volt mindig olyan, mint most. Azután megnézzük a Szabadságot, amely a legkevésbé szenvedte meg a II. Világháború borzalmát. Végül felkeressük a Margit hidat is, amely a második legöregebb a budapesti hidak közül. Bízom benne, hogy akkor is velem tartanak majd, most köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.